Sziasztok, Tőke Szív vagyok a Pittől, és a mai gyakori kérdések között azt szerepelt, hogy mi a különbség a piruvát drink és a piruvát kapszula között. Ugye az első sorban nyilvánvaló a drink az ugye egy ital volt, tehát nagyon finom, ilyen kis citrusos italt tudtok belőle készíteni, ami szerintem tök jó, hogyha gondotok van a folyadékbevitellel, vagy például én sem szeretek kapszulázni, úgyhogy nekem sokkal könnyebb meginni a hatóanyagokat. Illetve ami még különbség, ugye itt van a nevében ez a plusz, ez azt jelenti, hogy ebben nem csak ugye a piruvát van benne, hanem az összes olyan zsírégető hatóanyag, ami segítheti a fogyásotokat és nem pörgető, tehát nyugodtan használhatjátok akkor is, hogyha érzékenyek vagytok a serkentőre, akár este is tudjátok egy esti edzéshez használni, és benne ugye olyan anyagok vannak például, amik ilyen éhségcsökkentő rostok, a karnitin is benne van, illetve HCA, ugye szénhidrát blokkoló, tehát ugye hát ebbe tényleg mindent beleraktak, úgyhogy akkor használjátok, hogyha ugye jobban szeretitek a folyadékot, mint a kapszulát, ha esetleg megállt a fogyásotok és mondjuk a piruvátot használtátok és szeretnétek egy kicsit felpörgetni a folyamatot, akkor ő egy erősebb zsírégető, illetve akkor is, hogyha komolyan gondoljátok most itt ezt az életmódváltást, de hát nincs kedvetek össze matekolni, milyen kiegészítőt, mivel hogyan kombinálhatok, milyen arányban, mert ebben minden benne van, és ugye a megfelelő arányban, a megfelelő kombinációban, úgyhogy ezzel akkor nem kell vacakolnotok, illetve hát most ugye a legnagyobb kedvezmény van rá, ugye akár 33% off, úgyhogy hát mikor máskor, ha nem most, vágjunk bele a diétába, úgyhogy sok sikert kívánok nektek, sziasztok!